Valentin napra készülünk méghozzá a Labor Caféban. Szia Éva, jó estét! Szia, jó estét kívánok én is! Gyakorlatilag minden este lehet nálatok ugye valamire készülni, mert gyakorlatilag folyamatosan vannak programok, felhívások, mindenféle kreatív és jótékony szituációk. Tavaly ugye többször is beszélgettünk arról, hogy gyakorlatilag ez egy olyan álom volt, hogy néha biztos úgy vagy vele, hogy csípjetek meg, és ez még mindig tart. Nos, hát 2019 is szépen lassan csordogál, úgyhogy itt a február és a Valentin nap. Kik azok, akik ilyenkor mondjuk ott ünnepelnek nálatok? Vagy milyen ez a ti Valentin napi felhívásotok? Az elmúlt évben próbálkoztunk egy Valentin napi rapid randi eseménnyel. Ez sajnos érdeklődés hiányában elmaradt, úgyhogy most egy kicsit szembe megyünk a mainstream Valentin napozással, és mi kifejezetten a hagyma kedvelő emberek felé fordulunk. Tudom, hogy ilyenkor első randin, meg nem tudom, hogy mi ez, ilyen tabu szokott lenni a hagyma. Na, mi most oda taposunk ennek a cukormázas ünnepnek, és egy gyertyafényes zsíros kenyérvacsorára invitáljuk azokat, akik mondjuk már több tíz éve vannak együtt, Valentin naptól függetlenül is harmonikus, boldog párkapcsolatban, de mondjuk az első randisokat is szeretettel várjuk, akik nem puder randira vágynak, ugyanis egy koncert estet is, zenei aláfestést is elképzeltünk ehhez a rendezvényhez, amihez Pila és barátai szolgáltatják majd a zenét. Szóval ez egy ilyen kicsit a rózsaszín és tündérpiros Valentin nap helyett, ez egy olyan kis dögösebb és karcosabb Valentin nap lesz, a Labor Cafétól megszokott barátságos házi buli hangulatban. És ugye egy kicsit, ahogy ezt mondtad, hogy azokat a párokat várjátok, akik már tényleg kiállták az évek próbáját, ugye azért ott van az a pozitivizmus, hogy nem csak meg kell szerezni ezt a bizonyos valakit, hanem meg is kell tartani, és hát ugye ez a nehezebb. Talán ezek a párok már tanácsot is tudnak adni, hogy hogyan lehet átélni az élet viharait, mert aki mondjuk a kezdeti 20 éves megpróbáltatásokon tényleg túl tud menni, és meg tudja tartani a párját, annak elképzelhető, hogy utána már egy kicsit egyszerűbb. Ez érdekes, hogy ez a rapid randi dolog nem jött össze, mert úgy tűnik, hogy ez dübörög a világban. Talán egy kisvárosban egy kicsit szemérmesebbek az emberek, és lehet, hogy azt se nagyon vállalják fel, hogy éppen mondjuk társtalanok vagy párkapcsolatot keresnek. Igen, itt azt gondolom, hogy az volt, igazából szerintem az időpont sem volt jó, mert ilyenkor egy csomó helyen lehet ilyen rendezvényre menni, illetve az a célközönség, aki mondjuk rapid randizna, az nem biztos, hogy a Labor oldalát is nézi, mert akkor ő valószínűleg arra fókuszál, hogy társat keres. Nem tudom, hogy akkor az miért nem jött be nekünk annyira, de azért gondoltuk, hogy az idén egy kicsit direkt nem ezzel foglalkozunk. Igaziból ez a Valentin nap csak egy alibi arra, hogy megint összejöjjünk. A zsíros kenyér az pedig már nálunk egy olyan szimbolikus, mint egy tábortűz, hogy akármilyen rendezvény van egy stáb, aki csak ezzel foglalkozik, hogy zsíros kenyeret kell, igen, a másik fel a csapatnak pedig megeszi. Szóval nagyon ezek a laboros bulik, teljesen mindegy, hogy milyen alkalom van, igaziból egy olyan csapat van már, aki ilyen törzsközönség, akikkel összejárunk, hogy tényleg egy igazi baráti kör, és hát évelején az ember visszatekintve a múlt évre végez némiképpen számadást, nyilván egy ilyen projektnél, mint a Labor Café, ez hónapról hónapra is megtörténik, de kifejezetten, amikor egy új év új kihívásokkal érkezik, akkor meg pláne gondolkodunk ezen, és én is visszatekintettem az elmúlt évre, és igaziból rengeteg olyan ember jár oda a Labor Caféba, hogy túlléptünk már azon a körön, akik azért járnak oda, mert engem ismernek, vagy eleve ismerjük egymást, és vannak olyanok, akiket már csak onnan ismerek a Labor Caféba. Tehát ott ismerkedtünk meg, és úgy járunk össze. Úgyhogy egy kicsit magunkat is ünnepeljük, mert most ezt mondtam is a többieknek egy kicsit hülye hasonlattal, hogy nekünk a Labor a szerelmünk, és tulajdonképpen őt megyünk ünnepelni, és a vele való kapcsolatunkat fogjuk ünnepelni. Jó a kémia a Laborban, igen, ugye? Igen, igen. Ott köztetek. Igen.
Ugye az önkéntesség az egy fontos története, vagy fontos pillére a Laborkafé működésének. Hogy álltok önkéntesekkel most itt ebben az évben? Nagyon jól, sőt az idei év egy mérföldkő ebből a szempontból is, mind az önkéntesek számát illetően, mind pedig az adományozók számát illetően, ugyanis a 2019. januárja volt az első olyan hónap, amikor a Laborkafé tényleg szárnyalt, ami azt jelenti, hogy kizárólagosan a lakossági adományokból működött abban a hónapban, nem kellett az alapítványnak más erőforrásait bevonni, hanem a lakosság adományaiból tudtuk a fennmaradáshoz szükséges költségeket teljesíteni, úgyhogy hogy mi nagyon jól indítjuk ezt az évet, és remélem, hogy sokan csatlakoznak ahhoz a kampányunkhoz, ami arra buzdít mindenkit, hogy aki szereti a labort, az járuljon hozzá a 135,7 darab 20 000-eshez, amiben egy évben kerül a labornak a fenntartása. Nagyon jól állunk, hiszen az első hónapban sikerült megszólítanunk azokat, akik szeretnének hozzájárulni ehhez, és most hát ugye az 1%-os kampányok vannak, úgyhogy most erre gyúrunk rá, többek közt az önkéntesek bevonásával is. Nos, hát akkor a zsíros kenyér partira a dresszkód egy 20 000-es is lehet akár, és gondolom esetleg egy kis kenyérrel, zsírral és piros paprikával. Hát a disznóülések időszakában egy jó kis házi zsírral is hozzá lehet. Pont ez jutott eszembe, hogy ez az étel a mi generációkon átíve, ugye emlékszem, hogy még a Jeróban, ez valami olyan mannának számított, és én soha nem tudtam otthon úgy megpiros paprikázni, mint ahogy ott pillanatok alatt ment, és hát persze nyilván a társaság is egy kicsit az ízlelő bimbójunkat lehet, hogy megbolondította, ezért aztán hát nem csak nosztalgiázni lehet, hanem most a jelen pillanatban is lecsekkolni, hogy vajon mit tud az a bizonyos zsíros kenyér. Igen. Hát akkor boldog... hogy is mondjam, további zizgést és pezsgést a laborban. Köszönjük szépen, és várunk téged is szeretettel. Köszönjük szépen, köszönöm. Köszönjük.